A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy a híradónkban már láthatták, a Magyar Kultúra Napjának előestén a Szabad Színház előtt, az igéző előtt hozzávigyeztendőt címmel egy jubileumi évindító villámcsődületet láthattunk. Nagyszerű este volt. És ott Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője bejelentette, hogy a Szabad Színház 65. születésnapján egy egész éves programsorozatot indítanak, vendégem pedig természetesen Nagy Judit. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. No, egyébként voltam Mesteremberek, erről is beszámoltunk már, ez egy fantasztikus előadás, mint az összes többi. Hát ugye 65 évesek vagytok, ez nyugdíjkor, holott ugyanúgy száguld, mint a régi időkben, fantasztikus előadások sorozata fogadja, és egyre többen járnak a Szabad Színházban. Főleg így, hogy a színház, a Vörösmarty Színház nincs nyitva, de egyébként ez ettől független teljesen. No, tehát lesz egy jubileumi évünk. Én bízom benne, hogy nagyon sok olyan előadás lesz, és olyan program, amelyet be tudunk mutatni mi is. Beszéljünk erről a 65 évről, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt önmagában a megalakítás. Akkoriban, ha én jól visszaemlékszem, bár erre még én sem tudok visszaemlékezni, de nagyon sok ilyen színház volt vidéken. Kisebb helyeken és falvakban és a többi. És akkor szerveződött nagyon sok helyen, ugye ez a reformszínházi vonal akkor kezdett, hogy mondjam, a közéletbe begyűrűzni. A 25. színház például ebben az időszakban alakult, és ezt azért tudom ilyen nagyon élesen, hiszen nekem anyukám is alapító tag volt még Udvaros Gyurival együtt 1958-ban, és anyut is hívta Berek Kati a 25. színházba, akkor alakult ez a színház, és aztán utána ugye a 60-as, 70-es években a reformszínházi vonal erősödött. Erről Szikora János is beszélt pont az 55. évfordulónkon, hiszen ő is reformszárnyas rendező volt. Emiatt aztán jól ki is volt tiltva Budapestről, mert az akkori egyetemi színpadon, majd később a színházban is meglehetősen rendhagyó előadásukat rendezett, szervezett, és Pincé és Istvánt még ide lehet sorolni, Asser Tamást ide lehet sorolni, Mohácsi testvéreket később, de ők azért egy 10-15 évvel fiatalabbak, mint a felsoroltak, valamint hát az Arvis Úr a színház, ami talán a független színházak közül az első olyan, akiket tényleg még megfigyeltek, és ők például Székesfehérváron akartak megtelepedni. Tehát erre az időszakra tehető magának a Videoton színpadnak a megalakulása. Tehát ez volt az indítatás. A Videoton színpad áttörés volt mindenféle értelemben. Amik tehette a Videoton, vagy amik tette, a támogatásával azért nagyon sokat segített, hogy az alternatív színház működhessé. Hogyne, hát ez ugye akkor mozgalom szinten biztos mindenki Novák Péter édesapjára és édesanyjára is emlékszik, ugye Foltin Jolára, és a táncos koreográfus édesapára. A táncház mozgalom például 60-as évek eleje ez az időszak, és ezek mozgalmak voltak tulajdonképpen, és az úgynevezett vasas színjátszó mozgalom, azaz, hogy egy nagyvállalat által támogatott művészeti szervezet, az egy nagyon népszerű dolog volt, és tulajdonképpen nagyon megbecsült. Tehát a mostani időszakhoz képest, hogy most már nagyon sok alternatív formáció van, de akkor nagyon megbecsült volt. Értem ezt az alatt, hogy professzionális művészeket
csoportvezetőket, rendezőket tudtak foglalkoztatni, vagy akár a Honvéd Művész Együttest is említhetném. Ugyanezekben az időszakokban alakultak ezek a formációk, a táncban, a zenében, a zenekarokban, MÁV szimfonikusok például, vagy akár a régiónkban is lehet említeni a Mendelssohn zenekar például, mind-mind nagyon nagy múltra tekint vissza, és akkor alakultak ezek a félprofesszionális művészi szerveződések, ugyanis ugye ez egybeesett a fiataloknak a felvilágosult gondolkodásával, a Beatles időszakkal, és akkor reform művészeti vonalak indultak el, a konzervatív, becsontosodott módszerektől el akartak szakadni. Így van, erről egyébként még annak idején válaszúton Novák Tata és Kallós Zoli bácsi nagyon sokat mesélt már, mint az ő szemszögükből, hiszen ők is elindították nyilván Kallós Zoltán kint Erdélyben, míg Novák Tata itthon. Igen, és hát ez nem csak magyar dolog volt, ugye, hanem nemzetközi. Hát ugye ennek az orosz mestere Stanislavski, vagy a lengyel Grotowski mestert említhetjük, a Laboratórium Színház, akinek a munkásságáról pont a székesfehérvári Adorján Viktor írt könyvet. Igen, annál is inkább, mert hogy Grotowski a tiétek, mármint a Szabad Színházi azóta abszolút, is. Abszolút, igen. Hát a jubileumi évünknek is ezt a címet adtuk, hogy éber állapot, amely egy Grotowskitól kölcsönzött gondolat, ami a színésznek a lelki állapotára utal, hogy mennyire kell a környezetére figyelni, mondjuk általánosságban is, meg abban az adott pillanatban is. Ott tartunk, hogy ugye, tehát megalakult a Videoton színpad, majd 1991-ben megszűnt, tehát a rendszerváltást követő esztendőben, és akkor jött létre a Szabad Színház. Ez nehéz időszak volt? Nehéz időszak volt, igen. Hász Erzsébet tudna erről bővebb gondolatokat mondani, hiszen nyilvánvalóan az akkori rendszernek nem volt ez a kedvence, hogy úgy mondjam, ez a fajta művészeti irányzat, viszont ez a tűrt kategóriába tartozott, mert mégis valamilyen szinten értéket adott át, értékeket közvetített, és megszólította, nem utolsó sorban a fiatalokat, gondoljunk a Ki mit tud szintén mozgalmára. Egyébként a rendszerváltás az megerősített benneteket abban az értelemben, hogy hozzá lehetett nyúlni olyan szerzőkhöz is, amelyek addig csak tűrtek voltak? Ilyen szempontból igen, bár mi soha nem bújtunk a sarokba, és kísérleteztünk. Épp mostanában meséltem valakinek, hogy a rendszerváltás előtt, ugye én akkor rendeztem még a Havelnek az audienciáját, de a rendszerváltás előtt tűztük műsorra Konrádnak a látogatóját. És Konrád György látogató című regényéből egyetlen egy olvasótermi példány létezett Székesfehérváron, és hát akkoriban éppen a Felsővárosi Művelődési Házban próbáltunk, és az akkori ottani igazgató az sérelmezte, tehát nem lehetett bemutatni Konrádot, de a Szabad Művelődés Házában, akkor még Ifjúsági és Úttörőház, mégiscsak bemutattuk gerilla módon. Tehát Szabad Színház, nomen est omen, igen, igen. Tehát már a társulat neve is sugallja, hogy milyen darab választások voltak. Gyorsan népszerű lett a Szabad Színház a jelenlegi helyén is, és ez én azt gondolom változatlan. A kortárs és a klasszikus miként kapcsolódik egymáshoz? Bár ma már a kortárs klasszikus jelzőszerket is létezik, mint tudjuk. Hát igen, szervesen, de most már lassan annyi kortárs színház van, hogy mi leszünk a reformszínházi vonal azzal, hogy egy-egy királydrámát is műsorra tűzünk. Na persze, nem hagyományos úton módon, tehát nem egy BBC előadást lát a néző, hanem amolyan szabad színházasat, de azt gondolom, hogy egy olyan brendet tudtunk építeni, pont ezzel a fajta gondolkodással, pont az újszerűséggel, pont a rendhagyó formáknak a kísérleteivel, amelyet nagyon szeret a közönség. Tehát mi soha nem ültünk bele, és a mi alatt az elődeimet is értem, tehát a társulat a 65 év alatt egyik rendező
művészeti vezetése alatt sem ült bele a sikereibe, hanem ment tovább, és folytatta tovább a kísérleteket. És nagyon érdekes volt, hogy most, hogy beszéltünk a jubileumi évről, és abban megemlékezések is lesznek, hadd emeljek ki egyet, Tóth Lászlóét, aki ugye ő volt talán a második nagyon fontos mentorunk, aki befogadta a csapatot akkor művelődési ház igazgatóhelyettesként, majd később igazgatóként, és az ő halálának 10. évfordulójára emlékezünk majd szeptemberben, és az ott emlékezők a megbeszélésen az ő régi amatőr színházas csapatából, valamint a későbbiek, Tóth László díjas fiatal rendezők, ismerősök, barátok, mindenki azt mondta, hogy csak szabadon, mert a Laci ezt mindig így gondolná, hogy nehogy valami profán kötött műfajt találjunk ennek a megemlékezésnek, csak szabadon, mert ő is ezt mindig így csinálná, és én erre büszke vagyok. Ennek tanúja voltam egyébként, hogy milyen gondolatsorokat fűztek az ő halála után, sajnos lefestették a Szabad Művelődés Házban, ami már nem is az, de azt hiszem, hogy azok a gondolatok mi egyébként megörökítettük, majd egyszer felidézzük az emlékét, ilyen értelemben is. Viszont voltak-e tabuk? Nehéz volt-e meglépni azokat a színpadi, színházi lépéseket a társulat kialakításakor, illetve a színház műsorának kialakításakor, amik azért valljuk meg, a rendszerváltás után sem voltak kedvezőek. Én azt lehet mondani, hogy tabu döntögetőek voltunk. Tabuk legfeljebb csak annyiban voltak, hogy engem mindig arra tanított Péter, ő volt a színházunk művészeti vezetője gyakorlatilag a 70-es évektől kezdve, Hász Erzsébet hívására érkezett a budapesti Csili Művelődési Központból, és annak a Dévényi Robertnek a csoportjából, akinek a fia Dévényi Ádám, mindenki ismerheti a dalairól, Szívemben bomba van, vagy az Agy helyett magad mellett én agyas száma. Szóval Robi bácsi is egy nagyon, híres rendező volt, mint ahogy nagyon sokan a Pince Színház alakítói közül. És Péter ezt a fajta szellemiséget hozta magával. És ő mindig arra tanított engem egyrészt, hogy a művészeti szempontokat vegyem figyelembe, másrészt építsek társulatot. És a Shakespeare-i alapkarakterek mindig legyenek meg a társulatban, azaz ugye mindig legyen buffó, legyen, aki gonoszt játszik, legyen, aki szubrettet játszik, legyen, aki széles, legyen, aki magas, fiatal, idős, nő, férfi, szóval, hogy egy színes társulat legyen, ne pedig ugyanolyan emberekből, vagy egyívású emberekből álló színészek csapata, mert egyrészt ővelük akkor soha nem lehet létrehozni egy több szereplős előadást, másfelől meg ugye elindul a rivalizálás, akárhogy is nézzük, egy színházi társulaton belül is ugyanez megtörténhet. Szóval én ezt mindig szem előtt tartottam, tehát hogyha azt lehet mondani, hogy ez tabu, akkor ez tabu volt, de egyébként meg kifejezetten tabu döntögetőek voltunk. Ugyanakkor az arculat és a társulat összeölelkezik, ugye ezt tapasztaljuk mindig. Igen, én azt gondolom, hogy most már el lehet mondani az előadásainkról, és hát visszahalva a különböző fesztiválokon a szakmai véleményeket, hogy egy sikerült egy olyan stílust kialakítani, ami minden mástól megkülönböztethető, hogy szabadszínházasan játszunk egy Shakespeare-t, szabadszínházasan játszunk egy kortárs előadást, szabadszínházasan játszunk akár egy középkori játékot, szóval, hogy azon belül is, hogy műfaji sokszínűség van, azért mégiscsak egy önálló arculat, egy brand, az kikerekedett belőle. Tehát a biztos bázis megvan. Igen. Ugyanakkor a társulati építés az nem csak abból áll, hogy egy-egy darabra megfelelő szereplőket válogatsz ki és rendezed őket, hanem nyilván van egy alap. Az alaphoz pedig hozzá tartozik, hogy meg kell nyerni a fiatalokat is ennek, és ez egy jó út a tiétek. Igen, igen. Hát most hétvégén volt egy meseíró eredményhirdetés, a Tolpihe meseíró
pályázatnak az eredményhirdetése, és bizony én ott is találtam olyan meseírót, aki, hát ugye ezek a kisgyerekek inkább introvertáltak, mint extrovertáltak, mert az önkifejezésnek azt a formáját választják, hogy írnak, befele gondolkodnak, ellentétben azokkal, akik kifele játszanak, vagy akarják magukat megmutatni, de mindig vannak köztük útkeresők. Megint sikerült kiválasztanom egy kislányt, és oda mentem, és megkérdeztem tőle, hogy van-e kedve színjátszani, mire az anyukája mondta, hogy egy éve keresnek színjátszó csoportot. Szóval, hogy ennél jobb visszacsatolások ugye nincsenek annál, hogy nyilván, hogy az ember foglalkozik vele, kettő pillantásból is látja a gyereken, hogy mi érdekli a világból. Ha a társulapítésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy megerősítést kapnak, és nem csak a közönség, hogy állandóan telt ház van a Szabad Színházban, hanem olyan fesztiválokra jártok, amely nagyon komoly megmérettetés. És tapasztaljuk, illetve a hírekben fönt van, vagy a honlapokon akár, hogy mindig sikerrel jártok. Igen, hát nagyon, nagyon szerencsések vagyunk a tekintetben is, hogy tényleg a csapat alkalmas, mert azért teljesen más egy versenyprodukcióban részt venni, és más a saját helyen játszani. Nyilván ez utóbbi kényelmesebb, ott pedig időre kell teljesíteni, csúcsra kell járatni magunkat, futtatni magunkat, mindennek idegen helyen klapolni kell, nekünk kell beépíteni, nekünk kell bontani mindent időre, percre pontosan. Nem lehet elfáradni, nem lehet túlpörögni, szóval ez olyan, mint a sportolóknál a versenysport. Nagyon komoly kondicionálást igényel, és szerencsére azért a csapat ebben is jó. Fontos, hogy a város tradícióját és tradícióit is figyelembe veszitek, hagyományőrzésről beszélünk. Te erről így írsz, hogy az előadások során színházi hagyományőrzők lévén olyan eszközöket és módszereket használunk, amely az adott időszakot jellemezte. Ez egy fontos kitétel. Igen. Én nagyon, nagyon érdekel engem, és nagyon érdeklődöm a színház történet iránt, és hát ugye a magyar színház történet, nem árulok el nagy titkot, hogy erdélyi gyökerekkel rendelkezik, mint ahogy én is, tehát nyilván, hogy itt is van egyfajta összekapcsolódási pont az én érdeklődési körömben, és nagyon jól föl van dolgozva. Imádom a színház történeti könyveket olvasni, de azokat is, amelyek a kora középkorról, vagy a késő középkorról szólnak, és az európai színház történet hagyományairól. És megpróbálom ezeket integrálni és innoválni, azaz, hogy a mai ember számára befogadhatóvá tenni, hogy például egy középkorban, egy vásárban hogyan zajlott egy ilyen előadás, vagy például most, amivel dolgozunk, ez a 900-as évek elején játszódik, az pedig a Városliget varázslatos története, a bábosok, a mutatványosok világa, és ez is nagyon érdekel engem. Ahogy az élőképes krónikák is bizonyságot adott erről, hiszen a kora középkortól elindultatok, és azt hiszem, hogy ez egy jó program. Ez mennyire tudatos, hogy egy kicsit a múltba is visszanyúltok? Nyilván a fehérvári történelem megköveteli ezt bizonyos értelemben, de a színház látogatóknak ettől függetlenül ez újdonság, mondom én. Igen, de azt gondolom, hogy bennünk nagyon erős a székesfehérvári identitás és a térségi identitás, inkább úgy mondanám. Én Pannon Brandnek hívom, vagy Pannon identitásnak, hiszen hogyha valaki Tüskés Tibort olvasott, vagy akár egy balassi verset elolvas, vagy akár egy Petőfit, ugye csak az nem Dunántúl, hanem a Tiszán túl, vagy a Tisza mente, de hogyha elolvasunk egy ilyen verset, vagy Vajda János, Nádastavon. Tehát, hogy látjuk, hogy az írók, költők milyen helyi identitásokkal rendelkeznek, Kapdebó Tamás, Danubius Danubia. Szóval számtalan jó példát lehetne említeni az irodalomból, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a művészet eszközeivel ennek az identitásnak az erősítése, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy mik a gyökereink, hogy mi székesfehérváriak vagyunk, a királyok városából jöttünk,
hogy kik azok a királyok, akiket itt temettek el, hogy hol húzódott a királyi palota, hogy Székesfehérvárnak milyen története van, ki alapította, meddig nyúlik vissza, és Pannoniának is milyen története van. Szóval a római korra visszamenőleg az interciza körüli ásatásokat, a gorzium körüli ásatásokat, én ezt mind nézem, figyelem, és olvasom az ezzel kapcsolatos elképzeléseket és legendákat, és próbálok olyan történeteket a nézők elé hozni, ami ezt a kort a legjobban bemutatja. Így van, és ez nem múltban révedezés, mint ahogy én ilyenkor szeretném felhívni az XYZ generációnak is a figyelmét arra, hogy ez fontos, ahogy fontos a mesélőházak projekt is. Igen. Ez is erről szól, csak azok az emberek még köztünk élnek. Most például, nem árulok el titkot senkinek, Bobori Zoli nagyon-nagyon örül annak, hogy az ő szülőháza, ami egyébként ott volt, ahol most a Szabad Színház van, története is napvilágra kerül, feldolgoztátok. Igen, ebben az évben neki kezdünk, de most nem ebben az évadban, hanem a következőben, ugye, mert a színházba évadba gondolkodunk, tehát majd az az őszi időszak műhely munkája lesz, inkább így fogalmazom, hogy műhely munkája, viszont a Zoli olyan plasztikusan és olyan derűvel ír az ott lakó emberekről, hogy az egyszerűen színpadra kívánkozik, és hát megígérte nekem, hogy a keretjátékba ő maga is bekapcsolódik, amíg meg nem unja, mondtam, hogy majd szól, ha megunja, és akkor majd találunk egy Bobori Zoli kinézetű színészt, aki őt helyettesíti, de én nagyon remélem, hogy nem fogja megunni, és a keretjátékban részt vesz, és ez szerintem egy fehérvárikum, tehát, hogy én nem láttam ilyent sehol sem, hogy egy városban egy háznak az életét megjelenítsék, ugyanakkor a kort is magát ezzel együtt. A sikerek megerősítenek, hiszen mi beszéltünk erről, és mi is beszámoltunk, például a forgószínpad szerkesztői Szegeden csodálkoztak, hogy mesteremberek milyen fantasztikus, de a káosztól kezdve rengeteg darabot lehetne felsorolni, kortárs darabok, amelyek én azt hiszem, hogy nagyon összeálltak. Tehát korán sem véletlen, hogy alig lehet jegyet kapni például. Igen, igen. Hát nyilván a jók a szerzők is. Mi az a magyar lelkivilág, a skandináv lelkivilághoz nagyon közel áll, de természetesen lengyel darabot is játszunk. Szóval, hogy az ember meglepődik, hogy egy Mrozsek mennyire aktuális tud lenni. Tényleg azt is előveszik az idén a fiúk az emigránsokat Mrozsektől. De azt gondolom, hogy az egy másfajta élmény például, amikor egy kortárs szerzővel úgy tud dolgozni valaki, mint mondjuk mi most Borbé Lászlóval, hogy 10 oldalanként jönnek, mennek az oldalak, mert hogy ez egy próza volt, amiből most színházi előadás születik. Tehát, hogy még azt is nyomon lehet követni, hogy formálódik az előadás, és hogy lesz. Most pont ezen gondolkodtam, hogy a fenébe ezt meg nem dokumentáltuk, hogy a hogyan készült, azért még nem vagyunk elkésve ettől, de hogy az első pillanattól talán nem dokumentáltuk, de talán még nincs késő, hogy hogyan dolgozik, hogyan dolgozhatott akkor Shakespeare, vagy amit sok íróról, költőről elmondanak, hogy 10 oldalanként vitték át a színházba a munkát. Na hát most nálunk ez konkrétan így működik, hogy egymásnak küldözgetjük Lacival az oldalakat. Nos, megérkeztünk a jubilómi évhez, ismételten. Stílszerűen ugye 18 óra 23 perckor jelentetted be a Magyar Kultúra Napján. Nagyon sok minden volt, amiről már beszéltünk. Hogy lehet összefoglalni? Éber állapotnak nevezted Grotowski után szabadon az idei történéseket? Hát éberen figyeljük a környezetünket, és hát nem véletlenül nem egy nagy csinnadrattával indítottuk ezt a jubileumi évet, hiszen nagyon sok problémával kell megküzdenie most a társadalomnak, a helyi társadalomnak is, de az európai társadalomnak is. Az energiaválság, a háborús szituáció, a különböző társadalmi válságok, ezek mind-mind hatással vannak az emberekre, és azt gondolom, hogy
hogy nem jó érzéseket, vagy legalábbis visszás érzéseket kelt azokban az emberekben, akik úgy érzik, hogy mondjuk a saját jól létükből vissza kell venni, hogy mondjuk egy nagyon fényűző dolgot lássanak. Tehát nem véletlenül volt ez inkább szellemileg felemelő, mint sem, hogy nagy látványosságokkal bíró ez az évindító kis villámcsődület. Szerényen beszéltünk magunkról, hiszen ráadásul még olyan nagyságok évfordulóját is ünnepeljük az idén, mint Madács, mint Petőfi, vagy akár Ejtő Jenő 80 éve halt meg, de a barátaink közül is, mint ahogy említettem, a 10 éves emlékét ápoljuk most már a Tóth Lacinak. Szóval, hogy akár helyi szinten is, de az irodalmi nagyságok tekintetében is, mi szerényen meghúzottunk a háttérbe a magunk is 65 évével, és igyekeztünk az egész év programját is inkább ötletekkel, inkább kreativitással, mint sem, hogy nagy látványosságokkal átgondolni és felépíteni. És azt gondolom, hogy ezzel együtt nagyon jól beilleszkedik a városnak a programjába, életébe, hiszen tavaszra elkészülünk ezzel az új bemutatóval, ami egy ízig-vérig magyar történet, a 900-as évek kivándorlás kora, és nagyon élvezzük ezt a kort. Ezt még nem csináltuk, tehát, hogy ebben a korban még nem játszottunk, és ez emiatt is nagyon izgalmas a társulat számára. És aztán természetesen az ókori interpretációk, gondolkodunk abban is, hogy ott is milyen újdonságokat tudunk kitalálni. Régóta, most már a tavalyi év folyamán már kísérleteztünk síkbábokkal ott is a római interpretációban is nagyokkal. Most ezt a vonalat szeretnénk tovább folytatni itt is kreatívan. Nagyon nagy boldogság számomra, hogy nyertünk pályázatot a Petőfi emlékévben a Vörösmarty Színházdal közösen egy vándor színjátszó fesztivál szervezésére, ami azért nagy boldogság számomra, hiszen a helyi sztori, a helyi történet Petőfiről a pont a vándor színész kor. És ugye ide kötődik a Szuper Károly meghívására, disznótoros meghívására született Disznótorban című vers, amit Sobor Antal is reír a Perely Uramban, pont az én jelenetemben volt az a szöveg. Szóval, hogy Petőfi vándorszínész múltját egy kicsit megmutatni, nem csak a fehérváriaknak, mindenkinek, és Pönögei Kispál néven is ugye ismerjük Petőfit, ez volt az egyik álnév. Borostyán néven lépett ugyan színpadra Fehérváron, de hát rögtön Székesfehérvárról Budapestre menvén Vörösmartynak már Pönögei Kispálként mutatkozott be. Szóval Pönögei Kispál fesztivál lesz, sokan érkeznek hozzánk csapatok mindenféle más városokból, egyet kiemelek Pápáról, ez azért fontos, mert ugye Pápáról jött Petőfi is, Pápáról érkezett a Suhanc. Szóval érkeznek hozzánk városokból, Budapestről társulatok, akik zenés produkciókat, utcaszínházi produkciókat adnak elő, és ami számomra a legkedvesebb, hogy a Vörösmarty Színház színészeinek mentorálásával diákokat is be tudunk majd ebbe a programba vonni, és nem csak színházi, hanem intermédiás produkciók is lehetnek ebben. Aztán ugye szeretnénk különböző tematikus esteket szervezni, irodalmit, filmest, hiszen rövid filmjeink is vannak, és szeptemberben szeretnénk a Laciról, Tóth Laciról megemlékezni illően. Az ő irodalmi, képzőművészeti, zenei és színházi munkásságáról, és hát ennek megfelelően összeálltunk 8 aljuhászok, de ennél sokkal többen persze. De hát én a színházi programban veszek részt természetesen, de informálisan tudom az összes többi programot is, hiszen a megbeszéléseken mindig ott vagyok, amely szerintem egy jól előkészített emlékprogram lesz,
aminek nagyon örülök, hogy nem felejtjük el azokat az embereket, akik értéket hoztak létre, és segítettek bennünket. Nos, hát akkor érdeklődéssel várjuk, és azt ígérem, és a kedves nézőknek is ígérem, hogy természetesen ott leszünk, hiszen ez egy olyan program, ami azt hiszem, hogy párját ritkítja, és köszönjük szépen. Én is köszönöm. És akkor szép évet mindnyájunknak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a 65 éves Szabad Színház művészeti vezetőjével, Nagy Judittal beszélgettünk a jelenről, a múltról egy kicsit, és a jövőről természetesen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.